Menni, enni, turizmus és gasztronómia. Köszönöm a Trend FM hallgatóit, a mikrofonnál Buza Sándor, és komoly zenével folytatjuk a Trend FM Menni, Enni című műsorát. Vendégem Guba Gábor, koncertszervező. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És megint egy brilliáns eseményt kell, hogy beharangozzunk, bimbamilag, és ahogy mondottam, volt ez egy komoly zenei rendezvény. Az urat, aki Magyarországra látogat, most már sokatszor úgy hívják, hogy David Helfgott. Hát elképzelhető, mondjuk a komoly zenét szeretőknek bizonyára mondani valamit, de akik nem nincsenek annyira otthon a komoly zenében, azok azt mondják, hogy Zakson, hát David Helfgott, hát ide jön Magyarországra, de ezért ez sokkal izgalmasabb dolog. Kicsoda David Helfgott? Hát igen, az egyik személyes kedvencem David Helfgott, hogyha elmondhatom egyből elsőként a véleményemet őróla. Nagyon nagy élmény vele dolgozni, és hát az ő zenéje az szerintem egy fantasztikus. Zongoraművészről van szó. És igen, ahogy említetted, ő nem csak a komoly zenei rajongók körében népszerű, hanem széles körben, mert egy film készült az életéről, a Shine című film, a Ragyog, ami 7 Oscar díjra és 5 Golden Globe díjra volt jelölve, és hát a főszereplő Geoffrey Rush megkapta mind a 2 szobrocskát. Nem véletlenül hozzáteszem, tehát ha valaki netán a hallgatók közül még nem látta ezt a filmet, akkor még egyszer megismétlem, Shine, tehát ezt a filmet, ezt a Ragyog, ezt meg kell nézni. 96-os film, ausztrál film, és hát egy... Nekem egy meghatározó volt ez a film. Annyira meghatározó volt, hogy amikor az üzlettársammal, Borsányi Zsolttal megnéztük ezt a filmet egy javaslatra, akkor utána egyből az interneten elkezdtünk kutakodni, hogy tudnánk őt elérni, és hogy tudnánk Magyarországra elcsábítani. És hát szerencsére egy pár koncertet évente azért ő ad, mert igen, ezt azért nem említettem, tehát ő egy mentálisan érintett ember, aki egy skizoaffektív betegség, egy skizofrén betegséghez hasonló betegsége van neki, és ebből kifolyólag korlátozva van bizonyos dolgokban, akár a kommunikációban, akár a mozgásban is, de ettől függetlenül a játék az tökéletes, sőt. Tehát nagyon kevés koncertet ad, és így az ausztrál ügynökével sikerült még 2011-ben megállapodnunk, hogy eljön Magyarországra. Hozzáteszem, hogy egy óriási élmény volt Davidnek eljönni Magyarországra, mert mint kiderült, nagyon nagy kötődése van Magyarországhoz. Még az első komoly tanára, igazi nagy tanára Bálint Aliz volt Ausztráliába, és nagyon meghatározó volt az ő tanítása, és már nagyon-nagyon vágyott Magyarországra, hogy megismerje az országot, és hát felléphessen itt nálunk. Igen, hát ugye még az is fontos információ, hogy David Helfgott most 71 éves, és hogyha valaki nem látta a filmet, vagy látta is a filmet, a film nagyon szépen végigvezeti azt az életutat egészen gyerekkorától, amelyik végén aztán ugye az Oscar-díj átadásában csúcsosodik ki. Hát őről annyit kell tudni, egy picit majd beszélgessünk róla, hogy voltak éppen lengyel zsidó családból származott, és nagyon-nagyon korán megmutatkozott a tehetsége. Például brilliáns sakkozó volt, mint kiderül az írásokból, és az édesapja mindenáron hegedülni akarta megtanítatni. És ugye nem csak a magyar kapcsolat, hanem Isaac Stern is volt, aki véleményt alkotott akkor 5-6 éves gyerekről, és mindenképpen pártolta azt, hogy hegedűt tanuljon. Viszont Davidnek a zongora jött be inkább, és akkor azt próbálta meg, és az gyerekkorában óriási ellenállást és óriási küzdelmeket kellett folytatni az apjával, hogy áttörje ezt az egész ellenállást. Ráadásul ugye különféle versenyekre azért elment, mert benevezték, és ugye a életének egy nagy forduló pontja volt, lehetett, amikor a londoni Music Hall College fölvette a tagjai köré. Legalábbis, ha jól tudom, akkor ez volt az életének az első részének a nagyon fontos eleme. Igen, hát majdnem összefoglaltad így az indulását. Igen, 5 éves korától már ő zongorázott, de az édesapja tényleg egy rendkívül markáns, nagyon kemény nevelést alkalmazott vele, nem csak velem, a lányával is, tehát az egész családdal igen mert ő volt az egyedüli rettegésbe tartotta a családot. Tehát ő úgy érezte, hogy ez a fajta
módszer, ez tud eredményt elérni, ezzel tud ő az életben majd megfelelni és megállni a helyét. De hát, mint tudjuk, ez sajnos ez a fajta nevelési módszer, ez kihatott az életére. Épp a Royal College-ban, amikor volt a Rachmaninov harmadik zongorverseny, amit előadott egy versenyen, akkor idegösszeomlás kapott. Hát akkor kapta azt az idegösszeomlást? Igen, mert az apja erőltette folyamatosan, hogy neki Rachmaninovot kell játszani, de a tanárai meg óvták ettől, mert hát aki egy picit ismeri így a komoly zenét, tehát Rachmaninov az egyik legnehezebb. Nem ott szokták kezdeni? Igen. Tehát ilyen fiatalon még nem érett meg egy tanuló, hogy Rachmaninovot játszon, de az apja hatására az apjának meg akart mindig felelni, és így a Royal College-ba is, amikor volt ez a verseny, akkor kifejezetten ezt a művet választotta, hogy ezzel induljon. Hozzáteszem, hogy megnyerte a versenyt, tehát amin elindult, megnyerte a versenyt, csak hát sajnos egy tragédiába torkolódott. Igen, és hát ugye itt van a nagy snit, itt konkrétan azt hiszem az édesapja a filmben itt pont lehúz egy redőnyt, amikor van egy vágás, és a következő pillanat már az, amikor már a felnőtt David Havgotot, ekkor jelenik meg Geoffrey Rush. Ugye Geoffrey Rushról azt kell tudni például, akinek hirtelen nem sejlik fel az arca, hogy ő volt a király beszédében a logopédus, aki tanította, akire ki is játszott. Colin Firth, úgy van, de hát a Karib-tenger kalózaiban is, tehát és milyen érdekes, hogy ausztrál színészt választottak megint egy ausztrál művész megformálására. Igen. Hogyan kezdett aztán fölépülni? Mi volt a továbbiakban a sors, amikor ugye ezt a betegséget megkapta David Havgott? Hát egyrészt a szanatóriumban felfedezték, hogy ő tud zongorázni, tehát mindig kerülgette a zongorát, de volt egy nagyon kedves ápolónő, aki valahogy felismerte ezt a helyzetet, és támogatta abba, hogy újra elkezdjen zongorázni. És utána pont a szanatóriumhoz köthetően volt egy doktor, akinek egy bár is tartozott hozzá, egy éjszakai bár, és felvetette neki, hogy ezt már őtől le tudjuk, tehát ez nem a filmben volt. De a filmben nem is így van. A filmben kicsit másképp, hogy jöjjön el hetente egyszer-kétszer, és játszon ebbe a bárban, és hát olyan fantasztikus sikere volt, hogy azokon a napokon, amikor ő játszott, akkor teltház volt mindig. Nem véletlenül, mert hát a virtuozitásával, a fantasztikus tudásával elkápráztatta az embereket. És hát épp ezen a bár tulajdonos révén ismerkedett meg Gilliannel, aki a mostani felesége is, és aki a legnagyobb támasza, és hát nagyon hálásak vagyunk neki, hogy visszahozta nem csak az életbe, hanem a zenei világba is. Igen, amikor ugye David Havgottról beszélgetünk, akkor egy picit mindig Oscar Peterson is eszembe jut, mert abból a szempontból hasonló a játékuk, ugye mind a kettő zongoránál ülő óriás géniusz, hogy motyognak, jár a szájuk. Ez ugye valószínű, hogy David Havgottnál a betegség után jelent meg ez a dolog. Oscar Peterson kapásból már szerintem gyerekkora óta úgy zongorázott, hogy beszélt a zongorájához. Mit játszik ő? Azt tudjuk, hogy rettentően szereti a romantikusokat, és nagyon-nagyon az ujjáiba vannak a romantikusok. És mondjuk Rachmaninov nem annyira romantikus, de hát az pedig egy olyan aduász minden koncerten azt a három tételt eljátszani, hogy estesen szóval faladja a másikat, de mi lesz a repertoár? A repertoárt, hát ahogy te is említetted, Rachmaninov harmadik zongora verseny, és az első részben pedig szóló zongora műveket fog előadni. Igen, a romantikusok, tehát itt Chopin, Liszt, az biztos, hogy terítéken lesz. Nem kaptuk meg még a listát, de szinte 99%-ra mondhatom. Jó, hát mind a kettő az egyik családi kötődés, ugye Chopin a lengyességgel, a másik pedig a Liszt itt Magyarországon. Igen, hát Liszt a Gillian többször említette nekünk, hogy az életének egyik meghatározó zeneszerzője, és nem véletlenül tudja úgy játszani Lisztet, ahogy játsza, mert épp az ő életpályája is
tele volt ezekkel a buktatókkal, ami Liszt esetében is, és teljesen átérzi, tehát nem csak, hogy eljátsz, hanem átérzi, beleéli magát Lisztnek a világába, ami nagyon kevesen, tehát sokan játsszák jól Lisztet, de én azt mondhatom, hogy szinte a csodával határos. Mi a varázslat az, egy David Helmholtz koncertben? Ez egy összetett dolog. Én mindenkit arra ösztönzök, hogy ha Davidet még nem hallgatta, nem ismeri, akkor nézze meg a filmet. Az a film rendkívül jó visszaadja az ő személyiségét, ami várható tőle majd a koncerten. A játéka az egyszerűen lenyűgöző, tehát ha szakmailag nézem a dolgot, akkor egyedülálló a játékmódja. Kottát nem használ, tehát minden a fejében van, és hát csak így, mert több napot tölt mindig általában Magyarországon, nagyon szereti Budapestet. Ennek hangot is ad? Ennek hangot is ad, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy most már hosszú évek óta velünk dolgozik, és ha európai turné van, akkor mindig keresik velünk a kapcsolatot, hogy elhozzuk őt Budapestre, és mindig úgy rendezkedik be itt, hogy egyrészt van egy kedvenc szállodája, van egy kedvenc apartmanja, amit ő megszokásból... Van a kedvenc étele is, gondolom? Igen, tehát nála nagyon fontosak ezek a megszokások, és pluszban mellé nagyon sok időt tölt velünk, ami az egy ritka egy művésznél, hogy a promóterrel több napot eltölt, és nem csak egy ebéd vagy egy vacsora, hanem akár más programok keretében is. Hát igen, ugye Ausztráliából jön át ilyenkor Európába, és akkor ilyenkor... Mennyi koncertet vállal? De az is érdekel engem, hogy ez a fajta mentális egészségi állapot, ez lehet azt mondani, hogy volt egy sok hatás az életében fiatal, hogy ez puhul, tehát ahogy valaki öregszik, úgy képes arra, hogy ezt a nagy sok hatást egy kicsit jobban kiheverje, és jobban tud feloldódni, mert azért David Helmholtz koncerteket látva, vagy nézve, ő mindig olyan hihetetlen döbbenettel a szemében állja azt a stand-up ovation-t, amivel a közönség őt illeti, folynak a könnyei, néha elsére, mindenkinek mindig valami hihetetlen újdonság lenne, mindig meglepődik saját magán. Igen, hát tele van érzelemmel az egész ember, tehát egy olyan jelenség, ami egyedülálló, tehát én mindig felfokozott állapotba kerülök meg, őszintén, amikor az ő koncertjéhez közeledünk, és hát most már nagyon közel vagyunk, nagyon sokat foglalkozunk, persze mindig egy koncerttel, de az ő előadását, azt elárulok egy titkot, azt mindig leszoktam ülni, és végighallgatom. Tehát megadom magamnak azt a lehetőséget, hogy a sok-sok munka mellett azért magát a koncertet azt ne hagyjam ki, mert ez egy életre szóló élmény. Főleg úgy, ami most lesz, tehát hogyha párosítjuk a Shine-t, tehát magát a filmet, és mellé a Rachmaninoff harmadik zongora versenyt, én bátran kimerem jelenteni, hogy ez egy katarzis. Tehát ez egy olyan élmény, ami egy összetett élmény, ami az ember életében nagyon ritkán adódik, és azt mondhatom, hogy végig is kíséri. Még az utolsó szó jogán azért illessük azt a zenekart is, amelyik majd kíséri a Rachmaninoff zongora verseny esetében. Igen, az a Ártánzik Színház szimfonikus zenekar, ami lehet, hogy annyira nem ismert még így a köztudatban, de ezt a zenekart így mi állítottuk, mi raktuk össze. Fantasztikus zenészekből áll, Bújtor Balázs lesz majd a koncertmester, tehát ő lesz az első egedűs, és annyit elmondok még mellé, hogy ezzel a zenekarral turnéztunk Ennio Morricone-val is az európai turnéba, és Párizs Börsi Arénában 14.500 ember előtt kezdtünk, ahol Michel Legrand is ott ült, és mondta, hogy ilyen zenekart még nem is látott, fantasztikus zenekar, velünk akar dolgozni, és a maestro, tehát Morricone is mondta, hogy élete legnagyobb turné, élete legjobb zenekarával, tehát maga a zenekar is méltó lesz, úgy érzem, ez a estéhez. Biztos, hogy nagyszerű élmény lesz, tehát augusztus 15-én a Papp László sportarénában David Helmholtz koncert, aki teheti, menjen és nézze meg. Guba Gábor promoternek köszönöm szépen az információt. Én köszönöm a lehetőséget.